A Magyar Uniós Elnökség egyik kiemelt célja, hogy az év végére létrejöjjön egy versenyképességi paktum, mert az unió versenyképessége gyors ütemben romlik, amely a magyar gazdaságot is jelentősen megterheli. Erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A kormányfő hozzátette, a magyar gazdasági semlegesség arra épül elsősorban, hogy azzal üzletelünk, akivel mi szeretnénk. A blokkosodás ellentétes az Európai Unió tagállamainak, vagy a legtöbb tagállamának érdekével. Új világ van, ennek új problémái vannak, és a múlt válaszai nem adnak megoldást ezekre a problémákra, jelentette ki Orbán Viktor a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott előadásában. A miniszterelnök, aki az Európai Versenyképesség, Magyar Gazdasági Semlegesség című rendezvényen szólalt fel, hozzátette, a 20. századot nem lehet életre kelteni, és mindenfajta hagymázas ideológikus megközelítés helyett a józanész hangjára van szükség. Új gazdaságpolitikát kell hirdetni, vagy legalábbis egy új fejezetet nyitni az európai gazdaságpolitikában. A kormányfő arról beszélt, hogy a gazdasági semlegesség az, ami a jelenlegi világgazdasági helyzetben esélyt ad a sikerre, esélyt ad a gazdasági versenyképesség javítására. A gazdasági semlegesség lényege Magyarország számára az, hogy mi pont azon a helyen vagyunk, földrajzilag is, szellemi értelemben is, hol a különböző világgazdasági rendszerek hiába távolodnak egymástól, szükségszerűen mégiscsak valahol átfedést mutatnak, találkoznak, és hát a pénzfolyamoknak is áteresztő csatornákra lesz szükségük. Miután Magyarország 2010-ben a liberális gazdaságpolitika helyett végrehajtott egy nemzeti fordulatot, nemzeti kormányunk van, nemzeti szuverenitás a legfontosabb célkitűzésünk, tulajdonképpen meg is van a semleges gazdaságpolitika hatalmi vagy politikai alapja. Orbán Viktor hozzátette, a magyar életösztön, amely mindig is a szuverenitás felé hajlott, most éppen kapóra jön nekünk. A kormányfő ezután a gazdasági semlegesség alapelveit ismertette. Mi döntjük el, hogy kivel üzletelünk. Tehát ha valakivel üzletelni akarunk, akkor nem egy másik hatalmi központon keresztül üzletelünk, hanem közvetlen hozunk létre kapcsolatokat. A második szempont, vagy második alapelv, amire egy gazdasági semlegesség épülhet, hogy azzal üzletelünk, akivel leginkább megéri üzletelni. A gazdasági hatékonyság, versenyképesség szempontját semmi sem előzi meg. A harmadik alapelv lehetne, hogy kimondjuk, hogy csak a saját értékeink alapján tárgyalunk. Ez evidenciának tűnik, folytatta Orbán Viktor, de a gyakorlat Európában és az Egyesült Államokban ennek az ellenkezője, mert árukapcsolás van. Példaként a Magyarországnak járó uniós támogatásokat hozta fel. A gazdasági semlegesség nem tűri az árukapcsolást, nem lehet összekeverni ideológiai kérdéseket gazdasági kérdésekkel, ezért nincs woke, meg gender, meg migráció, nem tudom milyen előföltétel semmilyen gazdasági kapcsolatban. Arra kell törekednünk, hogy a gazdasági kapcsolataink kizárólag gazdaságiak legyenek, és ezért a saját értékeinkből semmit se kelljen föladni a gazdasági kapcsolatok érdekében. Fontos alapelvnek nevezte a kormányfő, hogy minden égtáj felé kell tájékozódni, amennyiben fejlődni akarunk, ha modernek akarunk lenni és versenyképesek szeretnénk lenni. Orbán Viktor hangsúlyozta, Magyarországnak jelen kell lennie a londoni, a japán, a kínai és az arab pénzpiacon is, hogy az ország működéséhez szükséges hitelekhez juthasson. A miniszterelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy nem kell válogatni a Magyarországra érkező tőkeberuházások között.